A tavaszi első holttölte utáni vasárnap a pogány hagyomány szerint Osztra istennő napja volt, és a tavasz ünnepe. A húsvét a legrégibb keresztény ünnep, és egyúttal a legjelentősebb is az egyházi év ünnepeinek sorában. Húsvétkor ünnepli a kereszténység Jézus Krisztus feltámadását. A húsvét az angol Easter vagy német Oster elnevezése, a germán tavasz istennő Osztra nevéből ered. Osztra az újjászületés, a termékenység istennője, tavaszi virágokkal, indákkal körülvéve, tojással kezében, lábánál nyulakkal, feje felett repkedő madarakkal ábrázolják. Osztra istennő és a kezében lévő tojás a természet az emberek újjászületését, a tavaszi ébredést szimbolizálja. A legenda szerint volt egy különleges madara, amely színes tojásokat tojt. Egy napon az istennő a madarat a gyerekek szórakoztatására nyullá változtatta, azóta tojnak a nyulak színes tojásokat. A húsvéthoz számos pogány és bibliai eredetű szokás kötődik, amelyek közül a legismertebbek a locsolkódás, a barka, a bárány, a nyúl, a tojás és a húsvéti sonka hagyománya. Vendégünk a stúdióban dr. Pál István, nyugalmazott múzeumigazgató, néprajzos muzeológus. Köszöntöm, jó estét kívánok! Jó estét! Nos, hát mit jelent a néprajzban, a népi hagyományokban a húsvéti ünnepkör? Most már teljesen más jelent, mint korábban jelentette, hiszen a húsvét, még az én gyerekkoromra is visszaemlékezve, egy olyan felfokozott állapotnak a kiteljesedését jelentette, különösen a második nap, amelyik a gyerekek szempontjából egy nagyon jelentős volt. Az, hogy mehettünk locsolkodni, az, hogy az ismerős kislányokat fölkereshettük, az, hogy előkészítettük a rózsavizet, nem kölnit, hiszen egy falusi gyereknek nem volt kölnie, hanem a rózsavizet, és szabályos haditervet készítettünk arra, hogy kiket és mikor fogunk fölkeresni, és már reggel 6-kor elindultunk locsolkodni. Hát most, ha egy városi lakásban valaki becsönget reggel 6-kor, akkor bizonyára nem tojásra fogják megkínálni. És ez annyira megváltozott az utóbbi időszakokban, hogy szinte az emberek elmenekültek otthonról húsvétkor, hogy ez a lassan teherré vált ez a kedves elkötelezettség, mert ez tényleg kedves elkötelezettség volt, amikor elmentünk köszönteni, elmondtuk a húsvéti verseket, utána meglocsoltuk a delikvenst, és utána fölajánlották, hogy vagy megkínáltak süteménnyel, adtak piros tojást, ki lehetett választani, hogy most melyiket viszem el, vagy netántán megajánlották azt, hogy pénzt vagy tojást kérünk, és akkor ha azt mondtuk, hogy pénzt, akkor 50 fillért adtak, hiszen annyi volt a tojásnak az ára, és amikor a nap végén összeültünk a barátokkal, hogy mennyi tojást sikerült összeszednünk, meg mennyi forintot, sokszor 30 forintot sikerült össze ajándékba kapnunk, ami nagyon nagy ünnep volt a gyerekek számára, de ünnep volt a felnőttek számára is, hiszen nem csak a gyerekek jártak locsolni, hanem sokszor apákkal mentek a kisfiúk locsolni, ha még kisebb volt a gyerek, és felkeresték először a rokonokat természetesen, utána az ismerősöket, osztálytársakat, de most már nagyon sokan azért is érzik talán kellemetlennek, mert elszabadultak, elüzletiesedett maga a húsvéti locsolkodás is, vagy a húsvéti köszöntés. Most már nem a köszöntésért mennek, hanem, és nem csak azért, hogy szimbolikus ajándékokat kapjanak a gyerekek, hanem kötelező a keresztülőnek, a nagyszülőnek nagy-nagy ajándékot, tehát hogy mondjam, nagy összegű ajándékot prezentálnia a gyerek számára, és ezt sokan nem bírják, és inkább elmenekülnek otthonról, és ezért csinálják azokat a programokat a különböző intézmények, akik helyet adnak azoknak, akik húsvét alkalmából is elmennek kirándulni. Legalább ott megmaradjanak ezek a hagyományos, pontosan, vagy népi hagyományok. Menjünk vissza egy kicsit az időben. Nem csak a locsolkodás köthető a húsvéthoz, hiszen a húsvét ugye egyfajta termékenység ünnep, illetve a termés, a bőséges termésért való fohászkodás jelképe is. Természetes, hiszen a tavasz, mint ahogy az előbbi bejátszásban is hallottuk, valóban a termékenység szimbólumokat hozza elő. A tojás maga termékenység szimbólum, hiszen ebből születik egy új élet. A zöld ág is szintén a termékenységnek a szimbóluma, hiszen ki teljesedik a természet. Egy hibernált, halott állapotból új élet születik, tehát
tulajdonképpen elmarad a régi, és a virágba borulással, meg a természetnek a feléledésével az ember a saját életének a jóra fordulását is várja, hiszen a húsvét is egy nagypénteken bekövetkezett emberhalálból egy feltámadást hoz, és ez tökéletesen szimbolizálja a húsvétnak a jellegét, ugyanazok az állatok is tökéletesen szimbolizálják. Ahogy hallottuk, hogy a piros tojás, vagy a festett tojás, és az állatoknak a megjelenés, a nyúlnak. A nyúlnak a termékenység szimbólumát tudjuk, vagy ismerjük leginkább, a báránynál pedig egyértelműen Krisztus jelképe. Tehát ezek az állatok, amelyek szimbolizálják, vagy megszemélyesítik magát az ünnepet, ez egy olyan sorozatnak a része, ami az idők során hol megerősödött, hol halványodott. Milyen szertartások köthetők a húsvéti ünnephez, ami kifejezetten a termésért történt? Itt semmiképpen nem akarok beleavatkozni a vallási szertartásokba, hiszen utánam lesz olyan személy, aki a vallást jobban ismeri, mint én, hanem ami egyáltalán a paraszti vagy falusi szertartásokat jelenti, főleg a határkerüléseket tudom megemlíteni, amikor húsvétkor már megnézik, hogy milyen állapotban van a gabona szára. Most az abból próbálják kikövetkeztetni, hogy vajon milyen termés lesz, ha bizonyos magasságúra már megnőtt a búzának vagy a rozsnak a szára, akkor abból a hozzáértő parasztgazda meg tudja tippelni, hogy most az idén bőtermés lesz-e, jól telelte az őszévetés, vagy pedig nem sok jóra számíthatunk az elkövetkezendő időszakban, de az állatoknak a viselkedéséből, az állatoknak a szaporaságából, a bárányoknak a mennyiségéből, a kisbárányoknak a hízásából szintén arra lehet következtetni, hogy most ez termékeny évet jelente, és ezáltal gazdagságot, idézőjelbe vett gazdagságot, tehát a megélhetést tudja biztosítani az embereknek a számára, vagy sem. Mi a jelentősége annak, hogy ezekkel a népi hagyományokkal azért mégiscsak megismertessük a fiatalokat, és ezek valamilyen szinten tovább éljenek, ha máshol nem a múzeumfaluban például? Tehát ez egy közösség összetartó erő, egy-egy ilyen ünnepen való részvétel. Az, hogy az emberek felkeresik egymást, ez maga úgy a családi, baráti kapcsolatokat ápolja. Ugyanakkor egy olyan hagyomány fenntartó szerepe is van, amely mind a vallási, mind a profán ünneplésnek tökéletesen részét képezheti, hiszen ha valaki elmegy húsvétot köszönteni, nem csak a locsolkodásról van szó, hiszen ez csak egy rítusnak a szimbolizált formáját jelenti, hiszen korábban vödörrel locsolták a fiúk, a lányokat, tehát most nem ezt szokták már gyakorolni, hanem csak szimbolikusan. Ennek mindenképpen az a szerepe továbbra is él, hogy becsüljük meg azokat a hagyományokat, elevenítsük föl azokat a hagyományokat, nem csak a húsvétról, hanem majd a májusfa állításról, meg további Szent Iváni éjszakáról is szó van, amit olyan intézmények tudnak megcsinálni, amelyeknek terük, aztán tudásuk és lehetőségük van. Tehát vannak olyan szereplők, akár néptánc csoportokra gondolok, akár más gyerekcsoportokra, színjátszókörökre, akik újból vissza tudják tanítani az embereknek ezeket a régi ősinek tekintett hagyományokat, és ezáltal gazdagszik az a hagyománycsoport, ami tulajdonképpen jellemezte a korábbi társadalmakat is. Pál István, köszönöm a beszélgetést, köszönöm, hogy befáradt hozzánk. Én meg köszönöm a lehetőséget, hogy itt lehettem.